Bejelentés érkezett a karcagi rendőrkapitányságra. A kenderes is sértett, elpanaszolta, hogy éjjel valaki átmászott a kerítésen, és kifeszítette házának bejárati ajtaját. Míg ő aludt, az ismeretlen a testi közelségből ellopta ezüst nyakláncát medállal, továbbá a pénztárcáját, amiben 86 ezer forint, bankkártya és a személyes okmányai voltak akkor szembesült a bűncselekménnyel, amikor munkába indult, és nem találta értékeit azon a polcon, ahol korábban hagyta. A rendőrök adatot gyűjtöttek, és hamarosan előállítottak egy 28 és egy 18 éves kenderesi lakost, akiket kifosztás büntet miatt hallgattak ki. Az x és a pénzt nem találták meg a rendőrök, azonban a tárcát és a személyes okmányokat visszaadták a sértetnek.